Traktoros és lovaskocsis felvonulással kezdődött a szadai szüreti mulatság. A babgulyás és az almáspite nyerte el leginkább a főző és sütőversenyek zsűrieinek tetszését, de díjazták a legszebb falusi portákat is. Hagyományőrző műsort is megtekinthettek az érdeklődők, de kísérő programként a piros lábasokkal is megismerkedhettek a gyerekek. Programkavalkáddal készültek idén is Szadán a szüreti mulatságra, már délelőtt elkezdődött a főzőverseny a Székelykertben. Szívós Novák Ágnesék zöldséges bárányragúval készültek. Ezt egy színes ételnek álmodtuk meg, az ősz színeiben fog pompázni, lesz benne répa, ugye a narancssárga is, mint az ősz színe, kétféle színű gomba, zöld borsó és ugye a bárány. Kis Péterék babgulyással készültek. Mi az első ásztávőnk Szadáról. Úgymond ilyen csapatépítőre hoztuk össze ezt a főzést, erre a versenyre. Úgyhogy még várunk az osztályból jó pár családot. Babgulyást fogunk főzni, remélhetőleg megnyerjük ezt a versenyt, bár nem azzal a célra jöttünk, hanem tényleg csapatépítés céljából, de bízunk a szerencsénkben, a tudásunkban. A főzéssel párhuzamosan elindult a szüreti felvonulás is. Lovaskocsival és traktorral vettek részt a helyiek a meneten, amely a községi piacról indult és több helyszínt is érintett. A menet közben kalácsot és bort is kínáltak. A résztvevők a Székelykertig vonultak, ahol már a pálinkások csapata készítette a csülkös káposztás babos egytárételét. Éppen most kértek meg, hogy mossam át a káposztát, ami sós, mert az addig a húsban nem sóztunk, ugye a hús kellett először megfélni, a csülök, bocsánat. És megkóstolták többen a káposztát, azt mondták, hogy sós, mossam át, hogy én átmostam a káposztát, és beraktuk az ételbe, hogy a babbal együtt készre főjön. A csapat úgy alakult, hogy egy korábbi óvodás csoport, a süni csoportnak a drága szülőiből lekoptak, ugye, és egy páran azért megmaradtak nekünk. Nekünk meg így a baráti társaság összehozta a Pálinkások című csoportot, és így alakult a Pálinkások ex-süni csapat lett a nevünk. Koncz István baráti társaságával érkezett a főzőversenyre, sertésborsos tokánnyal készültek. Hát egy lecsos alapot csináltunk alá, a sertés lapockát, használunk
össze van ilyen csíkokra vágva, és ebből lesz a tokány, ugye, és tésztával lesz majd köretként tálalva. Mert a fél úton járunk a főzésbe, hangulatunk az szerintem már jó. Tarhonyás húst is készítettek mangalica fejjel. Különlegesség, hogy csináltunk egy nagyon jó alapot, amit legalább 2 órán keresztül rotyogtattunk, és csak ezután került bele a már előre megpörkölt húsi, és így került be a füstanyag, igazából a füstölt hús, stb., és ez adja meg az igazi ízét ennek az ételnek. Igazából csak a merész vállalkozásokat szeretjük, tehát akkor jó kijönni főzni, hogyha van benne izgalom, tudunk valamit hozzátenni, és tudunk valami speciálisat az asztalra rakni a zsűrinek. Szerintem nagyon jól sikerült, pont hogy a tradicionális konyhát sikerül ilyenkor, hogy kicsit ötvözdünk azzal, hogy elengedjük a fantáziánkat, és bízom benne, hogy tetszeni fog mindenkinek. A szadai borászok segítségével mustkóstolót is tartottak. Az Egyesület azt is fontosnak tartotta, hogy bemutassák a borkészítés alapjait. Szűrőt darálhattak a gyerekek és préselhettek is. A borászok főztek is. Szokáshoz híven megpróbálom a különböző táj, mint eddig minden alkalommal, megpróbálom a különböző táj egységeknek az ételeit idevarázsolni Szadára. Ez egy kifejezetten bácskai teknővájú romák által készült tradicionális roma káposztás étel, amit kicsit átvariáltunk a mi szájízünk szerint, tyúkhús helyett, illetve tyúk belsőség helyett sertéshúsból készítünk. Mivel ez egy olyan étel, ami a zsűri számára is valószínű, hogy ismeretlen, tehát nem biztos, hogy a zsűrit sikerült lenyűgözni, de nekünk nem is a zsűri, hanem elsősorban az hozzánk látogatók vendégeket szeretnénk lenyűgözni. A legjobb bések is kipróbálták főzőtudásukat, pikáns pörkölt készült náluk csülökágyon. Már nagyon régóta tervezzük, hogy egy születi mulatságban főzzünk. Az első, mikor elsősök voltunk, akkor elmosta az eső. Tavaly valahogy nem jött össze a csapat, de most szerencsére összejött a csapat, és nagyon sok szülő és a gyermekével kijött, a kistesókkal, nagytesókkal együtt. Azért próbáltuk most ezt, mert nem az első főzésünk, és ez volt a legsikeresebb, amiről azt gondoltuk, hogy legtöbben szívesen megennék. Kiadós, kellemes, jó, időben elkészül, úgyhogy ez maradt a választásunk. Jó esély van arra, hogy lesz ennek folytatása, hagyomány teremtően, hogy a születi felvonás alkalmával a pedagógusok, szülők, gyerekek együtt egy főzésen vegyenek részt? Mindenképpen. Most amilyen hangulata van ennek a két csoportnak, tehát a gyerekeknek, felnőtteknek együtt, és Szidi a mozgatója ennek mindig, amikor egy közösségi rendezvény megszerveződik, és ha továbbra is ilyen aktív lesz, akkor minden bizonnyal. Kísérő programként kosárfonás és népi játékok is helyet kaptak. A gyerekek készíthettek szárdudát, de varázspapírra matricás karcképeket is alkothattak, valamint megismerkedhettek a piros lábasos játékkal. Több száz ilyen edényünk van. A piros zománcos edények között vannak lábasok, fazekak, bödönök, vizeskanna, tehát minden, ami a magyar zománcos edény kultúrában létezik. Ezeket az edényeket többségében Bonyhádon készítették, mint sokat használt, régi, a különböző magyar háztartásokból kikerülő edények. Látszik is rajtuk ez, egyedi a játék az országban, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy érdeklődést kelt. A babakocsiból kiszálló totyogók azonnal tudják, hogy mit kell csinálni az edényekkel, hogy kell velük főzőcskézni. Egy végtelen egyszerű játék, gyakorló játék, a játék öröméért játsszák a gyerekek. Meregetik a kukoricát a nagy vajlingból, a kisebb edényekbe, kavargatják, ahogy a főzőcskézni szokott anya, nagymama, és öntögetik egymás egyik edényből a másikba, fedőket próbálgatnak. Tehát végtelen egyszerű, de az egyszerűségében nagyszerű. Követve a szadai hagyományt, a felvonulás résztvevői szüreti koszorút adtak át a polgármesternek. Polgármester uram, meghoztuk a szüreti koszorút! Köszönöm a munkátokat! Kezdődjön a mulatság! A Cibere Tánc Együttes nyitótánca után Pintér Lajos felidézte, hogy a helyi rendezvény visszaidézi az egykori születek hangulatát, miközben modern programokban is bővelkedik. Ez nálunk Szadán sincsen más, hogy annak ellenére, hogy sokat változtunk az elmúlt években, évtizedekben.
Lakosságszámunk mostanra már több mint 6500 főre gyarapodott, de büszkén mondhatom, hogy településünk számunkra mindig is a gyümölcstermő szent szada marad. A beszéd után átadták a felvonulók ajándékait, bort és emléklapot adtak a lovasoknak és traktorosoknak. Ezt követte a főzőverseny eredmény hirdetése. A harmadik a nyugdíjas klub Hentes Tokánya, második a Szőlőhegyi Betyárok, Borsos Tokánya, első pedig Kispéterék babgulyása lett. Gratulálunk ehhez az ételhez, nagyon szép volt a tálalás is, amit külön köszönünk. Szép edény mellett felszolgálva. Idén 13 süteményt készítettek a versenyzők, harmadik helyezett holtversenyben lett a pálinkás ex-sünik sütőtökös máffinja és Molnár Máté tiramisus máffinja, a második helyet csíptel szintén holtversenyben Tóth Márti sajtos rúdja és Szívós Novák Ágnes szadai bortortája, az első helyezett pedig Juhászné Ivánkó Mária házi almás pitéje lett. Fantasztikusan finom volt. Nagyon-nagyon ízletes volt a tésztája is, illetve az alma is, hogy nagyon szépen köszönjük. Reméljük jövőre is hasonló finommal örvendeztet meg minket. Ezt követően Dulai Sándor nének is átadtak egy ajándékot annak apropóján, hogy elnyerte a népművészet mestere címet még augusztusban. A takaros porta pályázat díjazottjait is kihirdették. A hagyományos falusi porta kategóriában Horváth Péter Bodnár Edina és Körösiné Baros Erika vehetett át ajándékot. A díszkert kategóriában pedig Kovács Katát, Német Istvánt, Varga Zsuzsát és Akuts Juditot tüntették ki. A program a hagyományőrző műsorral folytatódott. A Székely Bertalan iskola két tanulója, Tóth Viktória és Varga Bertalan György énekelt elsőként. Árva is van, ma kis van, majd meghízik a kiskan, ha meghízik eladom, hazam megházasodom. Elmegyek, elmegyek, el is van vágyások, ebbe rongyos kis tanyába nincsen maradások. A következő fellépő a Székely Bertalan óvoda süni csoportja volt. Simonné Horváth Anikó Fődi Szilvia és Borbényné Kóródi Erika készítette fel őket. A hosszú taps után a Székely Bertalan iskola harmadik B osztályának műsora következett. Népi énekkel és meglepetés produkcióval is készültek. Az Aranypálva díjas szadai népdalkör lépett még fel, citeren kísérte előadásukat Kovács László szakmai vezető. A műsort a Zengővirágok, Angyalvirág és Janurik téma folytatta. Előadásukban galgamenti szüreti dallamok, valamint egy moldvai dalcsokor csendült fel. Utánuk következett még a szadai szólamok nagyközségi énekkar. Három szüreti dallamot hoztak, folyamatosan várják az új kórustagok jelentkezését. Szomjatott a hűvös lény, mégis lángoszt tőle, tőt faszt a széles fa, édes álló bőre. Szomjatott a hűvös lény, s mégis lángoszt tőle, tőt faszt a széles fa, édes álló bőre. A műsor végén rövid dal és tánctanítás is volt a Zengővirágok közreműködésével. A rendezvény estig tartó szüreti mulatsággal zárult Nagy Tamással régi új mulatós lágerekre.